And that's the way ministry goes, though, isn't it? De hát így van a szolgálatban ez, nem? Well, turn to Matthew 24. It's the end of the world as we know it. A Máté 24-be, a világ végéhez. Matthew 24. Máté 24. Just as you're turning there, we won't have verses. Our computer crashed this morning just before we started. So. Reggel pont az alkalom kezdete előtt összeomlott. Poor you, you have to use your Bible. I'm so sorry. Nem fogjuk tudni kivetíteni az igeverseket. Szegény jelenlévőknek muszáj lesz használniuk a Bibliájukat. So we're going to get to hear that sound and I love that sound. Úgyhogy most aztán hallani szeretném a sustorgását a bibliai oldalaknak. Szeretem. Two quick things I just want to reiterate. One is the men's conference. Men, be here. Mindenesetre két dolog, az egyik a férfi konferencia, erről még hadd beszéljek, hogy férfiak legyetek itt. Women, do not be here. Men, be here. Hölgyek, ne gyertek, férfiak, gyertek. Women, you can't stick around at the doors and wonder what's going on in your closed door, manly time. Hölgyek, nem lehet ott kint az ajtó előtt várakozni valamiféle kis póttevékenységet folytatni, hogy hát ha meghallotok valamit, mert szigorúan zárt ajtók mögött a férfiak fognak találkozni. Last night you ladies had your Bible study. Tegnap este a hölgyeknek is volt a kis biblia órájuk. It ends at 4. Négykor fejeződik be elvileg. I came at 5. Én ötkor megérkeztem. Shani and I got here at 5. Shani és én ötkor megérkeztünk. And you were all still here. És még mindannyian itt voltatok. And you gave us that evil girl look. És aztán nagyon gonosz lányosan néztetek ránk. There's a boy in the church. Egy férfi van a gyülekezetben. So me and Shani started our own férfi csoport. Úgyhogy Shanival egy saját kis férfi csoportot indítottunk. And so we will give you the evil eye this Saturday. It's our day. Úgyhogy most szombaton, ha betévednétek, lányok, akkor mi is ilyen gonoszul nézünk majd rátok. It's gonna be great. Nagyon jó lesz az a férfi konferencia. We'll have Bible studies eating kolbász at the same time. A Biblia óra is közben kolbász zabálás. Yeah. That doesn't even sound fun to me, and I am a guy. That does still. one more announcement. Next Sunday. Jövő vasárnap. We will have a special guest. Lesz egy különleges vendégünk. If everything goes well. Ha minden simán megy. Her name is Heather Mercer. Heather Mercernek hívják. She was a missionary to Afghanistan in 2001. 2001-ben ő Afganisztánban volt misszionárius. And she was taken prisoner by the Taliban. És a Taliban tagjai foglyul ejtették őt. And she was held prisoner for several months. És több hónapon keresztül fogságban tartották. And she has there's a book on her and the other gal, and she is now a missionary to Northern Iraq. Egyébként készült is róla egy könyv az ő történetéről, meg egy másik hölgynek a történetéről, most pedig Észak-Irakban misszionárius. And so the reason I said if all goes as planned is she's in Iraq right now and she's flying back via Hungary just to get to come and share with us. És ezt azért mondom, hogy ha minden simán megy, mert ő most Észak-Irakban van, és elvileg majd Magyarországon keresztül megy, repül valahová, de azért jön kimondottan Magyarországra, hogy velünk megossza az ő történetét. She'll be with us for a few days. I'll have her speaking at the Bible College and here. She's just a great lady. Pár napig itt lesz. You guys will love her. Egy nagyszerű hölgy, és tehát beszélni fog itt nálunk is, illetve megkértem, hogy beszéljen a bibliaiskolában is. I think it's a great event to bring people who don't know the Lord to. Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy hozzatok olyan embereket is magatokkal az alkalomra, akik nem ismerik Istent. I mean, in the last few years she's gone from the prisons of Afghanistan to the White House. Mert az elmúlt pár év során ő az afganisztáni börtönből egészen a Fehér Házig eljutott. And in all those places getting to preach the gospel. És mindezeken a helyeken megadatott neki a lehetőség, hogy az evangéliumot hirdesse. She'll tell you more about what she's doing now, I'm sure. De biztos vagyok benne, hogy ő majd bővebben kifejti, hogy éppen mivel foglalkozik most. So that's I think great opportunity for us, so that'll be next Sunday. De szerintem ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, és ez jövő vasárnap lesz. If something happens and she's not able to come, then we'll just talk about the end of the world. Ha netalántán valami történik és nem tud közöttünk lenni, akkor egyszerűen csak beszélünk tovább a világ végéről. And you're stuck with the end of the world. So, és hát akkor sajnos ezzel kell megelégednetek, hogy megint a világ vége terítékre. Matthew 24. Máté 24. Imádkozunk. Let's pray. Lord, thank you for your word. Atyám, köszönjük az igédet. Lord, I thank you for what you're doing here in Budapest. Köszönjük azt, amit itt teszel Budapesten. I'm setting people free. Hogy felszabadítasz embereket. Lord, we think of those people in that video and we pray God that you would touch them. Uram, ahogy látjuk ezeket az embereket a bejátszásban, és arra kérünk, hogy érintsd meg őket. That you would touch us, God. És érintsd meg bennünket is. Lord, we need more of you. Többre van szükségünk belőled. Even when we don't realize that, Lord, we do.
Még ha ezt nem is ismerjük fel, akkor is többre van szükségünk belőled. And so Lord, I pray that as we do look at your second coming, I pray that you would minister to us, you'd speak to us. Hogy kérlek, Uram, ahogy megnézzük a te második eljöveteledet, szólj hozzánk, és szolgálj a szívünkhöz. Jesus name. Jézus nevében. Amen. We're picking up beginning in verse 22. This whole chapter has been on the end times. Ugye a 22-es versnél folytatjuk. Ez az egész fejezet már eddig is egyébként az utolsó időkről szólt. If this is your first time here, you might want to listen to the last two weeks online, so then it makes a little more sense. Ha először vagy itt közöttünk ma reggel, akkor lehet, hogy meg kéne majd hallgatnod otthon az előző heti, illetve a két héttel ezelőtti tanítást, mert akkor jobban összeáll majd a kép. Jesus has been speaking. He's answering two questions. Jézus lényegében két kérdésre ad választ itt. The disciples asked these questions in the first two verses. They said, "What will be the signs of the end of the age, and what is the sign of your coming?" Az első két versben tették fel a tanítványok a kérdést, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jesus said that there would be false messiahs, wars and rumors of wars, famines, pestilences and earthquakes in various places. Jézus pedig azt mondta, hogy lesznek hamis messiások, lesznek háborúk, hírek háborúkról, ezen kívül lesznek járványok és éhínség, illetve földrengés különböző helyeken. Happy things. Csupa boldog dolog. These are not the signs themselves. De ezek önmagukban még nem a jelek. Jesus said in verse 8 of Matthew 24, these are the beginning of sorrows. Ugyanis a Máté 24:8-ban azt mondja Jézus, hogy ez még csak a nehézségek kezdete. And that means, you know, again, as we looked at, Jesus was speaking about it's the beginning of birth pains, of labor pains. És ugye ezzel már foglalkoztunk, hogy Jézus konkrétan úgy fogalmaz, hogy ez még csak a vajudás kínjainak kezdete. And just like labor. Mint ahogy ugye a konkrét vajódásnál is van. The closer we get to the end, to the very end, there will be an increasing nature of these events and an intensity to these events. Minél közelebb jutunk a szüléshez, vagy konkrétan ezeknek az eseményeknek a végkifejletéhez, hogyha ezzel a képpel élünk, annál inkább intenzívebbé és gyakoribbá válnak ezek az események. Then Jesus went on to speak about the Antichrist. In lieu of the fact that there will be chaos in the world, there will come a man on the scene bringing false peace. És aztán Jézus beszél a hamis messiásról is, és kifejti, hogy annak ellenére, hogy egy hatalmas nagy káosz uralkodik majd a világban, megjelenik valaki a színen, aki egy hamis békét teremt. Peace cannot be legislated. Viszont a békét nem megállapodások útján lehet elérni. Two men in a suit signing a piece of paper doesn't bring peace. Az, hogy két öltönyös úriember aláír egy papírdarabkát, ettől még nem lesz béke. It has to be something that happens in the heart. Ez olyas valami, aminek az ember szívében kell végbe mennie. And remember, Christians, Jesus tells you and I, we're not looking for the Antichrist, we're to look at Jesus. És azért emlékezzünk arra, mi hívő keresztények, hogy Jézus nekünk nem azt mondja, hogy minden erőnkkel az Antikrisztust próbáljuk meg beazonosítani, hanem hogy Jézust várjuk. So far Jesus has been speaking about what are the signs of the end of the age. Eddig Jézus arról beszélt, hogy mi a világ végének mik a jelei. And now he's going to answer the question, what will be the sign of your coming? Most pedig megválaszolja azt a kérdést is, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek. And this is what we call the second coming of Christ. És ezt nevezzük mi Krisztus második eljövetelének. Jesus came the first time in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John. Ugye János első, once, but yeah, Jézus okay. Első ízben már eljött az Új Szövetségben, ugye erről írtak is az evangéliumokban, tehát Márk, Máté, Lukács és János. And the Old Testament speaks about this. És az Ószövetség előre megjövendölte azt. Isaiah said that he would be born of a virgin birth. Ézsaiás például leírta, hogy szűztől születik majd. Zechariah, that he would ride on a donkey. Zakariás pedig megjövendölte, hogy egy összér hátán érkezik. David spoke of his crucifixion. Dávid pedig a keresztre feszítésére szólt. Isaiah spoke of his crucifixion in graphic detail, Isaiah 53. És az Ézsaiás 53-ban Ézsaiás foglalkozik szintén Jézus keresztre feszítésével, és hát szörnyűséges ugye részletekbe menőkig. Hundreds of prophecies fulfilled, written about from the Old Testament, fulfilled in the first coming of Christ. Tehát több száz proféciáról van szó, amelyek az Ószövetségben íródtak, és amelyek Jézus eljövetelére, első eljövetelére vonatkoztak. And since that time, since the death and the resurrection of Jesus, the gospel has been available to the world that we might be saved. És azóta, tehát amikor megtörtént Jézusnak a halála és a feltámadása, azóta az evangélium elérhető a világ számára, hogy az emberek megtérhessenek. This is the good news. Ez a jó hír. God came. Hogy Isten eljött. And died. És meghalt. And was buried. És eltemették. And rose again. És feltámadt. And he lives making intercession for you. És hogy
most is él és közben jár értünk. And if we would put our faith in him, we would be saved. És hogyha őbelé vetjük hitünket, akkor üdvözülünk. Paul the apostle said, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Pál apostol azt mondta, hogy ha hiszed a szívedben és megvallod a száddal, hogy Jézus Krisztus az Úr, akkor üdvözölsz. Salvation is available. Az üdvösség elérhető. And then we looked briefly, though not in any great detail, but we talked about that there will come a time when the church will be raptured. És aztán azon is foglalkoztunk, igaz, nem túlságosan részletesen, hogy eljön majd az az idő, amikor elragadtatik az egyház. Now, there are those who will say, well, the word rapture is not in the Bible. Vannak erre olyanok, akik azt mondják, hogy de hát az elragadtatás, mint kifejezés, nem szerepel a Bibliában. And that is correct. És ez így van. There is no, the word is never used. Ez sosem fordul elő a Bibliában így. But the idea is that's where we get it from. Viszont the word Trinity isn't used either. Viszont maga az elképzelés az megvan benne, tehát a Szent Háromság sincs így kifejezésként jelen, de attól még az létezik. Paul speaks about in two different books. He speaks about an event where the believers will be snatched away. Pál két különböző levelében is beszél egy olyan eseményről, amelynek keretében a hívők elragadtatnak erről a földről. In the twinkling of an eye. Egy szempillantás alatt. Before you could finish your little blink, boom, you could be with the Lord. Még mielőtt egyet pislanthatnál, már az Úrral lehet. Now you're all blinking a little longer. Erre mindenki kicsit hosszabbat pislant. That's what happens when you say that. Because so quickly, you're going to be with the Lord if you're a believer. Mert annyira gyorsan leszel az Úrral, hogyha hívő vagy. Listen, this is not the second coming. De ez nem a második eljövetelnek felel meg. This is the rapture. Ez az elragadtatás. There is a difference. A kettő között van különbség. When the church, let me give you a couple differences. És hadd mutassak rá néhány különbségre. When the church is raptured, Jesus does not come down onto the earth. Amikor elragadtatik az egyház, akkor Jézus nem jön le konkrétan a földre. We are told that he will meet us in the clouds. Hanem azt olvassuk az igében, hogy ő a fellegekben találkozik velünk. Suck us up to the clouds and he'll meet us there. Felszippant bennünket az égbe, és ott találkozik velünk. Okay, it'll be the holy ride of your life. It'll be amazing. Ez csodálatos lesz, egy nagy szent, a legnagyobb és szent utazása az életednek. Viszont Jézus második eljövetelekor. Jesus will step down on the earth. Jézus lejön a földre. Konkrétan. In the rapture, we will be taken in the twinkling of an eye. Tehát az elragadtatáskor egy szempillantás alatt elragadtatunk. So fast, nobody will see what happened. Annyira gyorsan, hogy senki sem látja majd, hogy mi történt. But in the second coming, we are told that every eye will see Jesus return. Viszont Jézus második eljöveteléről azt írja az ige, hogy minden szem meglátja, ahogy Jézus visszatér. There are two separate events. Tehát ez két külön esemény. While the church is in heaven enjoying what the Bible calls the marriage supper of the Lamb. És amíg az egyház a mennyben van, és élvezi azt, amit az ige a bárány mennyegzői vacsorájának nevez. The world will be going through what the Bible calls 7 years of tribulation. Addig a világ pedig átmegy azon, amit a Biblia a 7 éves nyomorúság időszakának hív. If you are interested, those of you who are going a little bit deeper in your Bible studies, this is also called the 70th week of Daniel. És azt is mondanám egyébként, főleg azoknak, akik egy kicsit szeretnének mélyebbre ásni ezen a téren, hogy ez a 70. hétnek felel meg, ugye Dániel könyvében. This is where the Antichrist will bring false peace. Ez az, amikor az Antikrisztus egy hamis békét teremt. He will proclaim himself to be God in the temple. És a templomban kijelenti magáról, hogy ő Isten. What temple? Milyen templomban? The third temple, it's not there yet. A harmadik templomban, ami még nem áll. You didn't miss anything if you were wondering. It's not there yet. Ne aggódj, nem maradtál le semmiről, mert még nem áll az a templom. And this is also a time period, these 7 years, where Jews and Christians who get saved after the rapture will be horribly persecuted. És egyben ez az a 7 éves időszak is, amelynek keretében azok a zsidók és azok az emberek, akik hívő keresztényé válnak az egyház elragadtatása után, szörnyűséges üldöztetésnek lesznek kitéve. Will there be Christians in the tribulation? Igen. Lesznek tehát keresztények a nagy nyomorúság idején? Igen. Hopefully there'll be many people that you've shared the gospel with who waited, who when they see you taken, they'll say, oh my goodness, there is something to this. Remélhetőleg sok olyan ember lesz, akivel megosztottad az evangéliumot, és amikor látják majd, hogy elragadtattál, akkor
akkor rádöbbennek arra, hogy igazad volt, és megtérnek. There'll be many who get saved. Sokan megtérnek majd abban az időszakban. And this 7-year period will end with what is called the second coming of Christ. És ezt a 7 éves időszakot zárja majd le az, amit mi Jézus második eljövetelének nevezünk. And if everything I just described to you sounds like science fiction, és ha minden csak egy ilyen tudományos fantasztikus regénybe illő dolognak hangzik, amit elmondtam, I want you to remember something. Akkor szeretném, ha valamire emlékeznétek. All of the events I just described are written about in the Bible. Mindezek a dolgok, amiket épp most jellemeztem, megvannak a Bibliában. Which to date, November 2nd, 2008 has never been wrong. Amely egészen máig, tehát 2008. november 2-áig sosem tévedett. Not one time has the Bible predicted something that did not happen. Egyetlen egyszer sem történt még meg az, hogy a Biblia valamit megjövendőlt, és az nem úgy történt. There are very few prophecies yet to be fulfilled. Very few. Igen kevés profécia van már hátra, ami még betöltésre vár. Many hundreds, thousands that have already been fulfilled. Viszont van sok száz, ezer profécia, amelyek már beteljesültek. Now is not the time to start doubting God's word. Tehát nem most van itt az ideje annak, hogy elkezdjünk kételkedni Isten igéjében. Oh, that couldn't happen. De hát az nem történhet meg. It will happen. De megfog. Just as God said it. Pontosan úgy, ahogy azt Isten megmondta. Now is the time to start believing. Most itt van annak az ideje, hogy higgyünk. It's time before he returns to start living in the manner in which God has called you to. És itt az ideje annak, hogy végre úgy éljük az életünket, ahogy arra Isten elhívott bennünket, még mielőtt visszatér. You know that evangelist Billy Graham. Biztosan ismeritek Billy Grahamet, hallottatok róla, evangélista. He wrote in his autobiography that every leader he has ever met since Winston Churchill. Ő az önéletrajzából azt írta, hogy minden egyes vezető, akivel valaha is találkozott, egészen Winston Churchill óta, tehát azért az már pár éve volt, has asked him about two things. Két dolgot megkérdezett tőle. Two Bible events. Konkrétan két bibliai eseményre minden vezető rákérdezett nála. Armageddon. Az egyik az Armageddon. And the second coming of Christ. Illetve Krisztus második eljövetele. And he wrote in his book that they're not asking because they don't believe it, they're asking because as world leaders they see things happening that seem to depict exactly what the Bible is describing. És ő azt írta az önéletrajzából, hogy nem azért kérdezik, mert hogy ők ebben mindenképpen hinni akarnak, hanem azért, mert hogy figyelik a világban a különböző eseményeknek az alakulását, kénytelenek felismerni azt, hogy pontosan úgy történnek a dolgok, ahogy azt a Biblia leírja. The world seems to be building up for some great explosion. Úgy tűnik, hogy a világban egyre inkább kezd előkészülni valami hatalmas nagy robbanás. Newspapers around the world have what they call second coming type. Az újságok font. Egyébként mindenütt a világban magukévá tettek egy bizonyos fajta betű típust és egy bizonyos fajta nyomtatási módot, amit a második eljövetelnek neveztek. They call it that because it's really big. És ezt azért nevezik így, mert amikor ilyen második eljöveteles szalagcímet alkalmaznak, akkor az hatalmas nagy. They want, you know, if they really want your attention, they say pull out the second coming type. Tehát amikor tényleg meg akarják ragadni az olvasónak a figyelmét, akkor a szerkesztőnek ezt mondják, hogy most ezt a második eljöveteles stílust kell alkalmazni. The reason for that is because the idea is the second coming will be the biggest story ever. És ugye az a lényege emögött, az ennek a lényege, hogy azt akarják ezzel mondani, hogy majd a második eljövetel lesz a lehető legnagyobb szenzációt hozó hír valaha is. In this passage that we are going to read, Jesus is speaking not just to the disciples then, but he's speaking to those who will be alive during that time. Ebben az igerészben, amiről majd ma olvasunk, Jézus nem csak azoknak a tanítványoknak szól, akik akkor éltek, hanem mindenkinek, azoknak is, akik majd konkrétan ezeknek a bekövetkezésekor élnek a Földön. Verse 22. 22-es vers. And unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake those days will be shortened. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. When Jesus speaks about the elect here, amikor Jézus itt a kiválasztottakról beszél,
Many say, well, that he's referring to the church. Akkor sokan erre azt mondják, hogy igen, itt az egyházra gondol. He is not referring to the church. De nem az egyházra gondol. The Bible uses the word elect to speak about angels. A Biblia ugyanis ezt a kifejezést, hogy választottak, például alkalmazza az angyalokra is. The Old Testament refers to the elect as Israel. Az Ószövetség a választottakat, ugye választottakként Izraelre gondol. Isaiah 45, for Jacob my servant's sake and Israel my elect. Ézsajás 45 azt mondja, szolgámért Jákobért, választottamért Izraelért. Okay, in Romans chapter 11 Paul speaks about Israel being God's elect. És a Róma 11-ben is beszél elől Pál, hogy Izrael Isten kiválasztott népe. So here in Matthew 24 Jesus is speaking about those believers during the tribulation and Jews, Israel. Itt tehát a 24-es fejezetben, amikor a választottakról szól Jézus, akkor egyrészt a hívőkről beszél abban az időszakban majd, illetve a zsidókról. Jesus describes a world, a post-rapture world as being bizarre. Jézus jellemzi az egyház elragadtatása utáni világot, és azt mondja, hogy ez egy bizarr világ. Nem bazár, nem bizarr. Igen, yeah, okay. It's a supernatural world. There will be false prophets, false messiahs doing signs and wonders. És leírja, hogy természetfeletti dolgok történnek majd abban az időszakban, mert lesznek hamis messiások és hamis proféták, és mindenféle jeleket és csodákat tesznek. There will be an outpouring of supernatural events. Tehát a természetfeletti történések szinte megsokasodnak. To what extent? What's the purpose? És miért? Mi a cél? Is to deceive. Hogy megtévesszék az embereket. When God takes his church away. Amikor Isten majd kiveszi ebből a világból az ő egyházát. There will be hundreds of thousands, if not millions of people saying, isn't that what Christians were telling us about? Akkor több százezer vagy akár millió ember is lesz, aki azt mondja, hogy nem pont az történt, amit a keresztények nekünk mindvégig mondtak, hogy meg lesz. And so there will be the Antichrist and these false prophets and messiahs. They will come on the scene doing a bunch of, you know, pulling rabbits out of their hats kinds of tricks to deceive people from receiving Christ. Úgyhogy megjelenik az Antikrisztus, és megjelennek hamis messiások és hamis proféták a színen, és mindenféle trükkökkel, ilyen nyuszit a kalapból típusú trükkökkel elkápráztatják az embereket, és igyekeznek megtéveszteni őket. We see this happen in the second book of Moses, book of Exodus. Ezt látjuk Mózes második könyvében is. God ordains Moses to be the deliverer. Isten kijelöli Mózest arra a feladatra, hogy ő legyen a megmentője a népnek. And Moses goes before Pharaoh. És Mózes oda megy Fáraó elé. And, you know, with a trick. És van egy trükkje. You know, thus says the Lord, let my people go. Ezt mondja az Úr, engedd el a népem. And Pharaoh says, why should I let them go? Sára azt mondja Fára, hogy miért is engedjem el a népet? Moses says, watch this. Sára Mózes azt mondja, na figyeld. You know, he throws his stick down. És ledobja a botját. And it becomes a snake. És kígyóvá változik. Ooh. Azta. And then Pharaoh says to his tricksters, magicians. És aztán a Fára odahívja az ő kis varázslóit, és azt mondja nekik. Boys, show them. Na srácok, akkor mutassátok meg ti is. You know, and they throw down their sticks and they become snakes. És ők is földhöz vágják a botjukat, és ugyanúgy kígyóvá változik. What do you think Moses did? Szerintetek Mózes erre mit lépett? Let my people, engedd el a népem, hát... I'll be right back. Let me go talk to God for a second. Várjál, Fáraó, mindjárt jövök. Beszédem van Istennel. How discouraging, how disheartening that the world could do the same thing that Moses could do. Mennyire elszomorító lehetett, micsoda csalódás lehetett Mózes számára, hogy a világ ugyanúgy képes volt meg azt produkálni, amit Mózes. I mean, the good part was at least Moses' stick ate their sticks. De legalább annyi jó volt benne, hogy Mózes botjából a kígyó felfalt a többi botból a kígyót. But you see, Egypt was deceived because their own magicians, okay, their own magicians could do the same tricks that Moses could do. Wow. Okay. De ugye Egyiptomot ugye sikeresen becsapták azáltal, hogy a saját varázslói képesek voltak ugyanezeket a trükköket reprodukálni, mint amit Mózes. He can turn water to blood, so can we. És hogyha ő a vizet vérré tudja változtatni, hát azt mi is tudjuk. And what was the purpose? És mi volt az egésznek a célja? It was to deceive people. Az, hogy megtévessze az embereket. And it worked. És ez működött is. And in the end times, there will come false prophets, false messiahs,
doing supernatural things to deceive people from receiving the true Messiah, Jesus Christ. És az utolsó időkben ugyanígy jönnek hamis messiások és hamis proféták, és különböző jeleket és csodákat tesznek annak érdekében, hogy megtévesszék az embereket, és megakadályozzák őket abban, hogy az igazi messiást, Jézus Krisztus befogadják. Look at verse 25. Jesus says, "See, I have told you beforehand." 25-ös vers, íme előre megmondtam nektek, mondja Jézus. Jesus is saying here, he's saying, listen to me, I'm telling you this now, 2,000 years at least beforehand, listen to me. Jézus azt mondja, hogy figyeljetek csak, én ezt legalább 2000 évvel korábban már elmondom nektek, figyeljetek arra, amit mondok. This is one of those great proofs that Jesus is who he says he is. Ez az egyik azoknak a nagyon konkrét bizonyítékoknak arra vonatkozóan, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát. Let me read to you from the book of Isaiah. Hadd olvassak fel valamit Ézsaiás könyvéből. The Lord says much the same that Jesus says here. Az Úr nagyon hasonlót mond, mint amit itt Jézus. That is that the proof that he is who he says he is his ability to speak about things before they happen. Konkrétan arra mutat rá Isten, hogy bizonyítéka annak, hogy ő valóban az, akinek mondja magát, az, hogy ő már előre, még mielőtt az események bekövetkeznek, előre megmondja, hogy az fog történni. Isaiah 42 verses 8 and 9. Ézsaiás 42:8-9. I am the Lord, that is my name and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Behold, the former things have come to pass, and new things I declare, before they spring forth, I tell you of them. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Isaiah 44, verses 6 and 7. Ézsaiás 44, 6-os, 7-es vers. Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. Beside me there is no God, and who can proclaim as I do? Then let him declare it and set it in order for me, since I appointed the ancient people and the things that are coming and shall come. Let them show these to them. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam. És mondják el a jövendőt, ami következik. Our God speaks of things before. He speaks about future events as if it's the past. A mi Istenünk úgy beszél jövőbeli eseményekről, mint hogyha az már a múltban megtörtént volna. And you know, we get so caught up in our lives. És tudjátok, mi annyira bele tudunk bonyolódni a saját életünkbe. But I'm telling you this morning, there is going to come a day when you will stand before the Lord in the twinkling of an eye. De hadd mondjam el neked ma reggel, hogy eljön az a nap, amikor te egy szempillantás alatt odaállsz majd az Úr elé. And all the things that are burdening us today will be in the past. És mindazok a dolgok, amik ma leterhelnek bennünket, azok már a múlté lesznek. We have but this life to give it 100% for Jesus. Csak ez az egyetlen egy életünk van, amit 100%-osan felajánlhatunk Jézusnak. We need to be committed. És fontos, hogy odaszántak legyünk. We need to live with purpose. Fontos, hogy legyen egy konkrét cél, amiért élünk. God put you in the place that you're in for his purposes. Isten az ő saját céljaira helyezett téged oda, ahol vagy. Oh, I'm just going to quit school because Jesus is coming back. Na jó, hát akkor én kilépek a suliból, mert Jézus visszatér. No, you won't. Ne lépj ki. No, you're supposed to be in school because Jesus is coming back. Nem, pont, hogy ott kell lenned, épp azért, mert Jézus visszatér. You are to be where God has called you. Ott kell lenned, ahová Isten elhívott. And you be faithful. És légy hűséges abban. But you live for eternal things. Viszont az örökkévaló dolgokért élj. God put you in that school to witness of Isten him. Helyezett téged abba az iskolába, hogy róla bizonyságot tégy. That office job you hate, God put you there to witness of him. És az irodai munka, amit úgy gyűlölsz, azért rakott oda Isten, hogy róla bizonyságot tegyél másoknak. Whatever it might be. Bármiről is van szó. He put you there not just to do a job, not just to do the thing, but that you might witness of him before the world. Azért helyezett téged oda, hogy ne pusztán csak hogy legyen egy munkád, hanem azért, hogy az egész világ előtt bizonyságot tehess róla. Jesus, he's warned us. Jézus figyelmeztet bennünket. He's prepared us. Figyelmeztetett előre és felkészít. Look at verse 26. Jesus says, therefore, if they say to you, look, he is in the desert, don't go out, or look, he is in the inner rooms, don't believe it. 26-os vers, ezt mondja Jézus. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük.
Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Közvetlenül a mai napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhői nagy hatalommal és dicsőséggel. Jesus says to that last generation, don't be deceived if somebody says, oh, Jesus already came, you missed him. Jézus azt mondja ennek az utolsó nemzedéknek, hogy nehogy megtévesszenek benneteket, amikor valaki azt mondja, hogy hát már Jézus eljött, lemaradtál róla. In Revelation chapter 1 it says that he comes in the clouds and every eye will see him. A jelenések egyben azt olvassuk, hogy ő jön a fellegekben, és hogy minden szem meglátja őt. Isaiah says, behold, the day of the Lord, it comes. Ézsaiás pedig azt mondja, hogy igen, jön, eljön az Úr napja. And the stars of heaven will not give their light. És nem világítanak már az égen a csillagok. And the sun will be darkened. És a nap elsötétedik. And the moon will not cause her light to shine. És a hold nem fénylik. Just as Jesus described. Pontosan úgy, ahogy ezt Jézus is leírja. In Luke's gospel, Jesus said there will be signs in the moon and the sun and the stars and upon the earth. Lukács evangéliumában azt mondja Jézus, hogy lesznek ennek jelei a nap esetében, a hold esetében, a csillagok esetében, és konkrétan a Földön is. Jesus said in that moment men's hearts will fail them. És azt is mondja Jézus, hogy abban a pillanatban az embereknek a szíve felmondja a and szolgálatot. Then they will see the Son of Man. És akkor meglátják az emberfiát. Our God. A mi Istenünket. Not being born in a manger. Már nem úgy, mint aki jászolban született. Not coming inconspicuously. Már nem úgy jön, hogy az éj lepe alatt. Boldly. Hanem bátran. Every eye will see him. Minden szem meglátja őt. BBC, Sky News, a BBC-n, CNN, a Sky Hír News-on. TV, Duna, all of them. Mindezeken a csatornákon. All the lights go out. Mert all goes dark. Mert minden elsötétül. All the lights go out. Minden elsötétül. You know, when you're outside, you know, candles are hard to see when you're outside in the sun, right? Ugye nehéz látni. Not very bright. A gyertyafényt, meg nem is nagyon segít, hogyha az ember kint van a szikrázó napsütésben. But now, when you're in a pitch black room, one candle does a lot of good. De amikor rettenetesen sötétben van az ember egy zárt teremben, akkor egyetlen egy kis gyertyafény olyan sokat számít. The sun will go out. A nap elsötétedik. You know, just before Jesus comes back, the Father will go, whew. Mielőtt Jézus visszatér, az Atya elfújja a napot. There it goes. The moon. Ennyi volt. Goodbye. A napnak is visz, a holdnak is visszlát. The stars. God will say, stars, stop. És a csillagoknak mit mond Isten? Álljatok meg. Stop what? Stop shining. Okay. Mi az, hogy álljunk meg? Hát power down. Okay, hát akkor kikapcsolunk. God will pull the plug on all of the lights. Kihúzza a dugót Isten a konnektorból mindegyik csillagnál. That's going to get everybody's attention. Na, ezzel mindenkinek magára vonja a figyelmét. And in that darkness, one sötétségben single light will shine. Egyetlen egy fény világít majd. It will be Jesus. És az Jézus lesz. Riding in all of his glory. Aki teljes dicsőségében megérkezik. Oh my goodness, I cannot wait. Oh, that sounds so cool. Alig várom, ez annyira jól hangzik. And Christians, you'll be there too. És tudjátok, ti keresztények ott lesztek. You'll be riding with him. Mert vele együtt érkeztek. Isaiah 63 says, who is this that comes from Bozra with dyed garments from Edom? Who is this treading out the grapes of wrath? And the Lord says, it is I and my power. Ézsaiás 63, ki jön ott Edomból, vérvörös ruhában, bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. The Lord is coming back. Az Úr visszatér. There's no question. Ez kétségtelen. He keeps every promise he makes. Mert minden ígéretét megtartja, amit and tesz. We are told in the Old Testament and then in the New Testament that Jesus, when he returns, he will step down upon the Mount of Olives. That'll be his first place. És az Ószövetségben, illetve az Új Szövetségben is azt olvassuk, hogy amikor Jézus másodszor visszatér, akkor az első hely, ahová megérkezik a Földön, az az olajfák hegye lesz. And it'll be quite a step because the mountain will split in two. És ez egy elég komoly lépés lesz, amit ő tesz, ahogy lelép a Földre, mert ketté szakad az a domb. It's like a meteor. Oh, boom, mint hogyha egy meteor becsapódna. I'm here. Megjöttem. And
And then we're told that he will walk through the east gate of Jerusalem. És aztán azt olvassuk, hogy Jeruzsálemnek az északi kapuj, a keleti kapuján fog belépni. That's already there. That's right next to the Mount of Olives. Ami egyébként már áll, és ott van az Olajfák hegye. If you look at pictures of the Dome of the Rock. Hogyha látok olyan képeket, amin a sziklamecset szerepel. If you're seeing it up above, you're looking at it from the Mount of Olives already. Hogyha egyébként egyfajta felülnézetből mutatja nektek a sziklamecsetet ez a kép, akkor tudhatjátok, hogy az a fénykép az Olajfák hegyéről készült. And right below the Dome of the Rock on the wall there will be a concreted gate, a gate that's been concreted up. És aztán, hogyha egy kicsit lejjebb néztek a kupolától, egy kicsit lejjebb mentek, akkor látni fogtok ott egy kaput, amit befalasztak. The Muslims, when they, you know, knowing that it was important to both Jews and Christians, they concreted the wall up. A muzulmánok ugyanis tudván azt, hogy mind a zsidók, mind a keresztények számára ez egy fontos mozzanat, ez a kapu, ezért befalaszták. And then they put a cemetery right in front of the gate. És utána pontosan a kapu elé raktak egy temetőt. And they did this to desecrate the place. És ezt azért tették, hogy megszentségtelenítsék ezt a helyet. Of course, when he splits the mountain in half, I guess you don't have to worry about a few graves. I mean, hát gondolom, amikor majd az Olajfák hegye ketté szakad, akkor annyira nem lesz probléma majd ez a pár sírkő sem. It's also interesting because along the Mount of Olives there's Jewish tombs everywhere. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy az Olajfák hegyének mentén mindenütt zsidó sírboltok sorakoznak. Some of the oldest tombs. A legrégebbi sírboltok közül találhatók itt. And everyone buried there. És mindenki, akit oda eltemettek. Is buried with their feet facing the gate. Úgy temették el, hogy a lábfejük, a lábuk a keleti kapuhoz mutat. Because they believe that in the resurrection they'll just pop right up and be facing Jerusalem. Mivel hiszik, hogy a feltámadáskor csak kikelnek a sírból és azonnal Jeruzsálemre néznek. Okay, it may sound silly, but what, you know, okay, it sounds silly. Never mind. I won't try to. Mutácská hangzik. Na jó. The Bible, there's a verse that is about at this time, and it says, "Who is this King of Glory? The Lord, mighty in battle." Where is this? És Ezékiel könyvében találjuk ezt a. Can you say that again, please? Who is this King of Glory? Az ige verset, hogy ki ez a dicsőség királya? The Lord, mighty in battle. Az Úr, aki hatalmas harcos. Jesus does not come hiding; he comes in all of his glory. Jézus tehát nem rejtőzködve érkezik, hanem teljes dicsőségében. Verse 31, and he sends his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 31, és elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Again, this is not the rapture. Itt megint csak nem az elragadtatásról van szó. The angels don't gather us in the rapture. Nem az van, hogy az angyalok bennünket összegyűjtenek majd az elragadtatáskor. This is post rapture. This is at the second coming. Jesus will use the angels to gather all the elect Israel believers together. Egyértelmű, hogy ez már az elragadtatás után van, amikor Isten arra használja az angyalokat, hogy az összes választottat összegyűjtse, tehát Izraelt és a megtért embereket. He's going to gather them. He's been protecting them for a season. Now he's going to gather them together. Eddig egy időre védelmezte őket, most pedig összegyűjti őket. And then he finishes for our text this morning. He finishes with a parable. És aztán egy példázattal zárja azt az ige szakaszt, amit ma tanulmányozunk. Let's read it. Verse 32. Now learn this parable from the fig tree. When its branches already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. Olvassuk csak 32-es vers, okuljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. So you also, when you see all these things, know that it is near, at the doors. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. What is Jesus speaking of exactly? Real quickly. Pontosan miről beszél itt Jézus? Csak nagyon gyorsan nézzük meg. In the Old Testament, the nation of Israel is referred to as a fig tree. Az Ószövetségben Izrael népére fügefaként hivatkozik az ige. Do you remember a couple chapters ago we looked at this? Talán néhány fejezettel korábban emlékeztek, hogy megnéztük ezt. Jesus cursed that fig tree. Hogy Jézus megátkozta azt a fügefát. It had leaves but no fruit. Mert voltak levelei ugyan, de gyümölcsöt nem termett. It was a picture of Israel that had a lot of
it looked fruitful, but there was no fruit. És ez képe volt Izraelnek, amely szintén gyümölcsözőnek tűnt, csak nem termett igazi gyümölcsöt. So in this parable, Jesus says, when you see the fig come forth with leaves. Vagyis ebben a példázatban azt mondja Jézus, hogy amikor látod, hogy a fügefán megjelennek a levelek, then know that the time is near. Akkor tud, hogy közel van már az idő. At the doors. Akkor már ott van az ajtó előtt. And he says, this generation will not pass away until these things have happened. És azt mondja, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. He's not speaking to the disciples, he's speaking to the last generation. Tehát nem a tanítványokhoz szól, hanem az utolsó nemzedékhez. So if Israel is the fig tree, vagyis hogyha Izrael a fügefa, you have to understand this has given Bible scholars a lot of problems in the past. Egyébként értsük azt meg, hogy ez a múltban és mind a mai napig elég sok fejtörést okoz a Biblia tudósok számára. But it was especially hard. What do we do with all the promises God made to Israel since there's no more Israel? De ugye különösen nehéz volt ez olyan értelemben, hogy mit kezdünk mindazokkal az ígéretekkel, amelyeket Isten Izraelre vonatkozóan tett, hogyha nincs is már többé Izrael. There's no nation. Hogy hiszen nincs Izrael, mint egy nép, amely 100 years ago, no nation. Mint egy nép, amely egy egységes országban él, ugye 100 évvel ezelőtt ez nem volt. 1947, no nation. 1947-ben még nem voltak egy állam szinten jelen. So what do we do with all those great promises? Szóval akkor most mi van ezekkel a nagyszerű ígéretekkel? And so they decided, well, they apply to us, the church. Így aztán úgy határoztak, hogy ezek az ígéretek ránk vonatkoznak az egyházra. They're ours, they're all ours. Mert ezek a miénk. Teljes mértékig a miénk. Those are our promises now. Ezek most már a mi ígéreteink. Since there's no Israel. Mivel úgy sincs Izrael, tehát... All of this changed in May 1948. De mindez 1948 májusában megváltozott. When, as Jesus said, the fig tree came forth with leaves. Amikor, ahogy Jézus fogalmaz, levelet hajtott a fügefa. Israel was reborn. Mert Izrael újra megalakult. That changed a lot of our understanding of the scriptures. És ez egy csomó mindent megváltoztatott az ige értelmezésében. What changed exactly? Konkrétan mit? We took it serious. Hát először is komolyan vettük, amit mond. He meant exactly what he said. It was not a type, it was not a symbol, it was not a picture. Hogy ő egészen konkrétan azt gondolja, azt mondja itt Jézus, amit tényleg mond. Tehát ez nem egy előkép, meg nem egy szimbólum, meg nem valaminek a metaforája. Jesus says, when you see the fig tree reborn, get ready. Hát Jézus azt mondja, hogy amikor a fügefa újjáéled, na akkor készülj. And to finish it off, Jesus says, listen, heaven, earth will pass away, but listen to me, because my words will not pass away. És a végére Jézus még hozzáteszi, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el, úgyhogy figyeljetek rám. The second coming of Christ. It's, listen, the sign that Jesus would be returning soon in the second coming was the rebirth of Israel. Tehát az a jel, hogy Jézus hamarosan visszatér, ugye a második eljövetelére sor kerül, és hogy a végéhez érkeznek a dolgok hamarosan, annak a jele az, hogy Izrael újjáélett. And if that's already happened. És ez ugye már megtörtént 60 évvel ezelőtt. This year, 60 years. Most van pont a 60. évfordulója. And if everything is ready for the second coming. Na már most, ha minden készen áll a második eljövetelre. How much closer are we to the rapture? Akkor mennyivel közelebb vagyunk az elragadtatáshoz? I'll ask you a question. How many prophecies are yet to be fulfilled before the church can be raptured? Hadd tegyem fel a kérdést. Hány proféciának kell még beteljesülnie, mielőtt az egyház elragadtatik? Zero. Egyetlen egynek sem. None. Egyetlen egynek sem. Nulla. None, guys. You could go to be with the Lord any second. Bármelyik pillanatban. Nothing. Előfordulhat, hogy ez megtörténik, mert már nincs semmi, amit ki kéne még várni. Jesus says, heaven and earth will pass away, but my words will not. Listen to me. Jézus azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el, úgyhogy figyeljetek oda rám. We need to live our lives believing the Lord. Úgy kell élnünk az életünket, hogy hiszünk. Elhisszük ezt, amit az Úr mond. He is coming back. Hogy ő visszatér. No question. És kétségtelenül visszatér. We need to live, we need to be prepared for his return. Készen kell állnunk az ő visszatérésére. You know, unfortunately, a sense of urgency only strikes us when there's a death in our family or in our friends. Sajnos ez a sürgősség érzése akkor kerít igazán hatalmába bennünket, amikor egy szerettünk vagy egy barátunk meghal. That's sad. És ez szomorú. We ought to live with a sense of urgency every day of our lives. Mert minden nap így kéne élnünk, hogy bármikor visszatérhet Jézus. Every person you walk down the street, every person here who doesn't know the Lord will perish. És akkor mindenki, akivel találkozol az utcán, és aki nem ismeri az Urat, elkárhozik.
Okay, maybe that's not too hard for you to do that, but what about your friends? What about your family? Na jó, lehet, hogy ez most annyira nem érint meg téged, de akkor mi van a családtagjaiddal, a barátaiddal? Live as if today is the day. Élj úgy, mintha ma lenne a napja. Live as if this is it. Élj úgy, mintha ennyi lenne. Be on fire for Jesus. És égj Jézusért. He's coming back. Mert visszatér. You know, today as Christians we're kind of ridiculed in the world. Tudjátok, ma bennünket not kind of, really. Hát lényegében kigúnyolnak és kinevetnek a világban. Silly beliefs. Jaj, ezek olyan butácska kis hiedelmek. But one day that won't be true. De egy napon ez már nem lesz igaz. But it'll also be too late. De már túl késő lesz ahhoz, és nem lesz igazuk. So be bold today. Úgyhogy legyél bátor ma. Be faithful. To your family members. Hűséges a családtagjaidhoz. To your classmates, to your coworkers. A kollégáidhoz és az osztálytársaidhoz. Share Jesus. És oszd meg velük Jézust. Share Jesus. Oszd meg velük Jézust. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you for your word. Atyám, köszönjük a te igédet. Lord, I pray that you would help us here at Gogota Budapest to live with a sense of urgency in our lives, all of us. Uram, segíts nekünk itt a Golgota Budapestben, hogy tudjunk úgy élni, mintha bármikor visszatérnél. That we would really take it serious. Hogy tényleg komolyan vegyük a dolgot. That you are coming back. Azt, hogy te visszatérsz. We want a witness of you, Jesus. Uram, szeretnénk rólad bizonyságot tenni. People to know you. Szeretnénk, ha megismernének az emberek. Lord, thank you. We thank you because every promise you've made has come to pass. Uram, köszönöm, hogy minden egyes ígéret, amit tettél, az beteljesül. Help us to take you seriously on this one. Segíts, Uram, hogy ezt az ígéretedet is komolyan tudjuk venni. Thank you for what you're doing, Lord. Köszönöm azt, amit teszel, Uram. Thank you for the work of your spirit in our lives. Köszönöm a te lelked munkáját a mi életünkben. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you.